A Fejérvár megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának munkatársai folyamatosan vizsgálják a fürdés közegészségügyi feltételeit a Velencei tóban is. Mohai Zsuzsanna közegészségügyi osztályvezető úgy fogalmazott, jó a vízminőség, az elmúlt hetek forró és száraz időjárásának ellenére a Velencei tó vízszintje is kedvez a fürdőzőknek, az egészségügyi szempontok alapján is. A víz minőségének ellenőrzése előre meghatározott ütemterv szerint történik. Fürdővíz mintavételezése során vizsgáljuk az áklorofil mennyiségét, ami kék-alga elszaporodásra utalhat, más jelekkel együtt értelmezve, illetve szennyvíz eredetű szennyezők mennyiségét a fürdővízben. A legutolsó mintavételezés eredményei alapján elmondhatjuk, hogy a tóvize minden fürdőhelyen megfelelő volt, fürdőzésre alkalmas, biztonságosan használható. A fürdőzők közül van, aki elégedett a víz minőségével és a körülményekkel. A gyerekekkel járunk nyaralni, visszatérő nyaralók vagyunk minden évben, itt nyaralunk Gárdonyban. Tavaly azt tapasztaltuk, hogy kicsi volt a víz, ezáltal nyilván valószínűleg szennyezettebb is. Idén azért jóval magasabb a vízállás. Én úgy látom, hogy jó a minősége, azt tapasztaljuk, hogy többen is vannak, főleg hétvégén, úgyhogy egyelőre minden tapasztalatunk pozitív. Azonban ellentétes véleménnyel is találkozhatunk. Általában akik itt laknak, azok azt mondják, hogy ez a tó abszolút nem megfelelő, nem alkalmas fürdésre, mert annyi sok káros anyag van benne. Tehát akkor megkérdezném a tiszti orvosi véleményt, hogy nekik erről mi a véleményük. Tehát, hogy mi alapján mondják azt, hogy ennek hú de jó a víz minősége. Az illetékes szakemberek a mérési eredmények alapján hangsúlyozzák, hogy a Fejérvár megyei természetes fürdőhelyeken mindenhol fürdésre alkalmas, megfelelő minőségű a víz.